Egerszalókon tartott lakossági fórumot múlt hétfőn a KDNP frakcióvezetője dr. Simicskó István. A fórum meghatározó témája volt a szomszédban zajló orosz-ukrán háború. A volt honvédelmi miniszter a fórumot megelőzően a magyar-ukrán határon járt, ahol találkozott a menekültekkel. Eddig hazánkba mintegy 200 ezer menekült érkezett. Nagyon sajnálatos ez a tény, hogy ilyen háború tört ki. Nekünk az a dolgunk, hogy ne csodódjunk bele a háborúba, az a feladatunk, hogy segítsünk a bajba jutott embereken, kárpátaljai magyarokon elsősorban, de ukrán menekülteken is. Ezt szerintem kiválóan teljesíti Magyarország, tehát lehet ránk számítani a bajban. Nagyon-nagyon sok adomány érkezik a határra és a határon túlra is. Ezt mai napon láthattam is, mi is vittünk egy segélyszállítmányt a határa. Az, hogy mikor lesz vége, én úgy látom, hogy ha pusztán csak katonailag vizsgáljuk meg a helyzetet, látható az, hogy az orosz vezetés, katonai vezetés is, és Putyin is törekszik arra, hiszen testvérnépről van szó, hogy minél kevesebb civil áldozat legyen. Humanitáris folyosókat nyitottak ugye nagyobb városokból, tehát próbálják a civileket kimenekíteni, elvinni a nagyobb városoktól. És hát úgy tűnik, hogy elsősorban katonai objektumokat támadnak az oroszok, tehát ukrán katonai repülőtereket, katonai bázisokat, ezt készítik most elő. Nyilván nagyon sok nagyobb város körbezártak már az orosz csapatok, de hát ez egy sajátos harc, mert túl azon, hogy testvérháború, az mindenképpen tudható, hogy az orosz hadsereg jóval nagyobb erőt képvisel, mint az ukrán hadsereg. Kap nyugatról segítséget fegyverek vonatkozásában is Ukrajna. Én bízom benne, hogy a béketárgyalások eredményesek lesznek. Megvan az egyértelmű álláspontja az oroszoknak, megvan az egyértelmű álláspontja az ukránoknak. Egy biztos, hogy ilyenkor egy ilyen sajátos helyzetben mindenkinek megvan a maga vélt vagy valós igaza. Nekünk a béke az igazunk, és az az érdekünk, hogy béke legyen mielőtt Ukrajnában. Ebben bízunk, ebben reménykedünk, a magunk részéről mindent megteszünk ennek érdekében. A közelgő országgyűlési választással kapcsolatban elmondta, sorsdöntő választás előtt állunk. Tudjuk-e folytatni azt a sikeres, eredményes kormányzást, amit 2010-ben megkezdtünk, vagy visszatér a múlt, visszatérnek a Gyurcsány erők, akik egyébként nagyon sok problémát okoztak az embereknek, de vízhelyteleseket, ha csak említhetem, de egyéb más rendszert is, akár a szociálpolitikát, családtámogatási rendszert leépítették, elvették a 13. nyugdíjat, tehát a Fidesz-KDNP kormányzat egyrészt bizonyította a kormányzó képességet az elmúlt 12 évben, nagyon sok válságot kellett eredményesen kezelnünk. Most itt van egy háború, amit szintén kezelnünk kell úgy, ahogy. Én bízom benne, hogy ez is sikeres lesz a mi részünkről. És hát tudjuk-e folytatni ezt a tevékenységet. Látható, hogy a családtámogatási rendszert milyen széles körben tudtuk kiteljesíteni. Látható, hogy vissza tudtuk adni a 13. havi nyugdíjat, miközben számos olyan gazdasági nehézséggel szembesültünk, amelyekkel korábban mások nem. Tehát ez a tétje, tudjuk-e folytatni az előrevévő kormányzást, vagy pedig visszatér a múlt. Dr. Pajtó Gábor országgyűlési képviselőjelölt a térség turisztikai fejlesztési terveiről is beszámolt. Mint elmondta, a közelmúltban felkereste a Magyar Turisztikai Ügynökséget is arról érdeklődött, hogyan képzelik el az egri és a bükki turizmust. Örömmel mondhatom, hogy Egernek központi szerepet szán az ügynökség, mégpedig abban a tekintetben, hogy mindazok a szervezetek, akik a turizmussal fognak foglalkozni, azoknak, ha úgy tetszik, a központjuk Egerbe fog települni. Tehát itt lesz Eger, a központ lesz. És azt is mondhatom, hogy mindazok a fejlesztési igények, amit mondjuk itt konkrétan a Kerecsenden, Demjénben, Egerszalókon, Egerszóláton már azonosítottam a polgármesterekkel, akik a településeket képviselik. Gyakorlatilag egy kormányzati ciklussal később már egész más képet fog ez a táj mutatni. Itt gondolok arra, hogy a közutak felújításra kerülnek, az rendkívül fontosnak tartom, mert rossz állapotban, például az Egerszalókot, Egerrel összekötő négyszemjegyű út, ami Gyöngyösön indul, vagy kiépülnek azok a kerékpárutak, amik, ha úgy tetszik, kiegészítik azokat a hiátusokat még, amik most itt találhatóak. Tehát Demjéntől Kerecsendig, majd ugye Füzesabonyig fog ez a kerékpárút kiépülni.